A zsidai család kezében az egyik legrégebbi hotel a Budai Várban, így hirdetik a Pest Buda Hotelt internetes honlapján. A hotelt valóban a zsidai család üzemelteti, de az épületet csak használják. Az ugyanis a budavári önkormányzat tulajdona. A hotelt 4 önkormányzati bérlakásból alakították ki. A 4-et összesen 126 ezer forintért bérli a cég, írta meg a hvg.hu. A lakásokért különböző összegeket fizetnek. A legolcsóbb 42 négyzetméteres havi 16.400 forint, egy 64 négyzetméteres 24.991 forint, egy 99 négyzetméteres 38.658 forint, de a legnagyobb 118 négyzetméteres lakás is csak 46.077 forint havonta. Ez a hotel foglalási oldala, ez a szoba például csak nem 80 ezer forintba kerül egy éjszakára, azaz egy hétvégén több bevételt termel, mint amennyi az egész épület teljes bérleti díja. A demokratikus koalíció szerint ezért azonnal fel kellene bontani a bérleti szerződést és felelősségre vonni a kerület fideszes vezetőjét. Ennyi pénzért a Havanna lakótelepen egy darab lakást nem lehet ma bérelni, nem pedig a Várban, a legkiemeltebb idegenforgalmi területen 4 önkormányzati lakást. Az első kerületi önkormányzatot a fideszes Nagy Gábor Tamás vezeti. Már többször beszámoltunk arról, hogy ő, szülei és volt felesége is kedvezményesen bérelnek ingatlanokat az első kerületben. A Fidesznek még sincs véleménye az ügyben. Nem vagyok ingatlan szakértő, és engedje meg, hogy hű legyek önmagamhoz, és ebben a kérdésben legyen szíves az első kerületi önkormányzathoz fordulni, jó? Kerestük az első kerületi önkormányzatot is, de azt közölték, közigazgatási szünet van, ezért nem tudnak most válaszolni a kérdéseinkre. Korábban a hvg.hu-val azt közölték, azért adták kedvezményesen bérbe az ingatlanokat Zsidai Roy cégének, mert a ház felújításának teljes költségét ők fedezték. A zsidai csoport írásban szintén a felújítás költségével magyarázta, miért jutottak kedvezményesen a bérlakásokhoz. Azt írták, az épület közvagyon, amelyet 100%-ban magánvagyonból újítottunk fel.